PS4-be, hogyha minden jól megy, és akarja a PS4 is, hogy belemenjünk. Szóljatok, hogyha esetleg valahol lenne egy kis hangcsúszás, rendben? Mert az jó lenne, hogyha nem csúszva lenne a hang a videón. Előfordulhat sajna, hogy elkezd bufferelni az OBS, van egy ilyen bugja sajna, és nem tudom pontosan mitől. Viszont a Night in the Woods, Woods-t fogjuk játszani, vagy Woods-ot? Inkább Woods-t. A második epizódba megyünk be, ahol, ha minden igaz, az első napunkon már túl vagyunk otthon. Bacsi meg kint maradt a mikróban. Na, jól visszajöttél, látod? Ne aggódj, még úgyis van egy kis betöltés. Mindjárt pakolok rá egy kis hangot, hogy mindent is halljatok a játékban. Meg én is pakolok a fülembe is, hogy halljam a játékot. Annyira királyon megcsinálták, nem is értem. Én utána olvastam egy picit. És... nem is tudtam, hogy Kickstarteres játék volt. Az emberek dobták rá össze a pénzt. 50 ezer dollárt kért a házaspár, akik készítették, és végtére is 200 ezer jött össze 3 nap alatt. Úgyhogy le is állítottak mindent, és még 2 DLC-t is kiadtak így pluszba hozzá. Mi van itt apával? Hello, cita. Raor. figyelj mi, sajnálom a múlt estét. Tényleg azt hittem, hogy ma este fogsz hazajönni. Jaj, ezt már megbeszéltük vele, ugye? Oké, igen. Na, keresztül mentem azon a pocsolyás helyen, ott azon a kis lyukon keresztül, majdnem meghaltam. Micsoda? Ja, azok a farönkök majdnem meggyilkoltak. Hát, normális dolog ez. Oké, megígérem, hogy soha nem hagylak kóborolni újra. Oké, megmondom, mi lesz. Mi lenne, hogyha eljátszanánk, hogy ma este jöttem haza, és mondjuk most érek haza a buszról, vagy busztól. Kezdjük előről? Aha. Oké. Ti apa. Ti a mé. Kösz, hogy felvettél. Üdvít a mé. Megyek, alszom szerintem. Hát, nagy napod volt. Új cikát. Kis cica. Ó, és akkor ide még be is rajzoljuk. Az I az mellé. Anyának most a Wellboy kapcsán ugye az angolnák voltak a... lettek az új mániái. Apa még mindig vicci figura. De mi lenne, hogyha beszélgetnénk vele még egy kicsit? Ó, Mári, majdnem elfejtettem mondani neked. Micsodál? Hogy találtunk egy... kart. A földön ma. Még mindig eljátsszuk, hogy ez tegnap. Nem, kijöttünk a klikkekből, és ott volt egy kéz. Egy egész kar. Hát csak úgy, egy kar. Nincs oda? Igen, jött a nagynéném, Ont Molkop. Meg minden. Úristen, hát ez rohadtul furcsa. Megbököttem egy bottal. Oké, most tényleg mi? Halott testrészeket. Légy szíves, ne piszkálj botokkal. Hát most már ezt így elkéstünk. Oké. Oké, kell egy e-mail dobnom Mollinak. Ő az Ont Molkop. Vagy Cup. De igazából ő Molly, és nyilván a nagynénénk. Rendben, most már tényleg jó éjszakát. Menjünk is fel szépen a szobánkba. Szerintem itt van vége az első estének. Bedtime? De nem is fürdenek a cicák? Semmi mosakodás? Vajon ez most itt a második, vagy az első nap lesz majd? Nem is emlékszem, hogy ki írta a játék. Nagyjából én is így szoktam felkelni. Szó szerint 36 órája volt, hogy utoljára online voltam.
Ez így nem mehet tovább. Nézzük meg a laptopunkat. Jézusom! Á, ne! Mi történt ezzel? Mi a baj? A jó istenét! Lefogadom, hogy Angus tudja, hogy hogy javítsa meg. Mindenféle vírus kapott a laptopunk. Ő totál ilyen számítógépes figura, azt nem. De nem hagyhatom, hogy ezeket meglássa. Hol is dolgozik? Micsoda, hogy kemény és mérges szinglik? Jézusom! Élő chat most azonnal. Nem viccelünk, és ott egy krokodil. Szinglik? Ott háttérben van valami mackó. Hát ez bajos. Szerintem ezt most hagyjuk így békén egy picit. Azt hiszem, hogy igen durva. Borra szabadalanak mehettek, igen. Szegény mi? Rendesen összeszedte az összes izét, trójait, meg minden szar molvert a izéről. A netről. Mik vannak itt? Ezt megnéztük már? Ó, az olyan nagyszerű volt, amikor nagyapa odaadta nekem ezt a... azt a izét, almásládányi öreg, ijesztő történetet. Nem vagyok benne biztos, hogy hogy kötöttek itt ki. A halál eljön Wigglesbury-be. A csini hulla. Helmore Stevenson. Necropus, mi az Isten? Könyv, az első könyv. Mi az a nekrocica? Szevasz, mamut, jó estét kívánok. Mi a helyzet, hogy vagy? Voltál ma instázni a Darkest Dungeon világában. Lady Shark. Stoughton Gallows Hill. Mik vannak még itt? Anyának itt van az összes ilyen izé. Grizzly? Grizzly az mit is jelentett? Szevasz, betyárkoma. Túlélted? Igen. Igen. 4-es szintre léptél fel. Szevasz, betyárkoma. Nem volt Diablo tegnap, nem volt szívem kiadni 20 eurót a kettőre újra. Majd meglátjuk, hátra lesz egy leértékelés valamikor a közeljövőben. Szóval igen, ezek a szörnyű történetek ilyen... félelmetes bűnügyekről, meg szomorú gyermekekről. Egy ilyen ijesztő és szomorú polcon a szobájában tartja őket. Ó, úgy tűnik, hogy anya egyik könyve kijutott ide. És még a lovakat is megettük, ez van benne. Egy családnak a szörnyűséges farm élete az 1880-as évekből. Jeez, anya! Nem fogom kikölcsönözni, azt nem lehet streamelni. Hey, édesem, igen? Gyere, köszönj nekem. Oké, menjünk, nézzük meg, mi van anyával. Ja, de várj, nem ugorhatok fel magamtól. Jó reggelt, anya. Nem, én anya vagyok 24 órán keresztül egy nap. Jó, ez egy kicsit ilyen szóvicc volt. Miért nem single-ben tolod ki? Hát de abban szeretném, csak kéne az eredeti játék. Har har har. Ja, és már ráadásul délután 4 óra van. Hát én most megyek és megkeresem Angust. Ő lenne a te kisbarátod Gregnek a pasia? Ilyen nagyobb fickó, elég csöndes. Igen, az ő. Na, szükségem van rá, hogy megjavítsa a laptopomat. Hát, azt jobban tenni, édesem. Mivel, hogy nem engedheted meg magadnak, hogy egy újat vegyél. Micsoda, te amúgy... egyáltalán ismered Angust? Miért te ismered? Ez a... kb. Anya, hát... egy zenekarban együtt játszunk, úgyhogy olyasmi. Melyiket mondjuk neki, hogy kb, vagy hogy zenekar és hogy olyasmi? Egyes. Kettes. Pont valamelyik nap volt a kezedben az eredeti példányom, tehát képzeld el, hogy én sehol nem találom, pedig nekem is volt. 3 CD volt? Nem egy CD volt a D2, meg egy külön volt az Expansion, a Lord of Destruction? Elég csak a szériás szám. Te se találod, mi?
harmadik az zene volt, na az lehet látott tényleg. Ó, szóval hogy a zenekar megint együtt van újra. Igen, tegnap este gyakoroltunk is, próbáltunk. De nem hiszem, hogy bármikor játszanánk ugyanúgy. Igen, volt valami zenedisk, tényleg most, hogy mondod. Hát ez okásnak hangzik, édesem. Ja, gondolom. De te nem hangzott újságosan boldognak ez ügyben, ne? Na, mindegy, megyek, megkeresem Angust. Oké, érezd jól magad. Kis lányom. Köszi, 24 óra anya. 24 órás anya. 7 napon, 1 héten. Várjál, mit olvas? Kérdezzük meg tőle. Hívott engem Molly nagynénéd. És mit akart? Ont Molkop. Hát, annyira szeretném, hogyha nem hívnád így. Nagyon keményen dolgozott, hogy eljusson oda, ahol van. És ez egy veszélyes munka. Ja, Possum Springs. Annyira veszélyes. Na mindegy, elmesélte neked azt a letépett kart, amit találtunk? Igen, gyakorlatilag elmesélte. Ijesztő dolog. Ja, gondolom. Édesem, tudom, hogy ez itt az otthonod, de légy óvatos odaként. Úgy lesz, anya. És gyere haza, mielőtt besötétedne. Vagy micsoda? Ja igen, mielőtt besötétedne, ha csak nem vagy éppen valakivel. Legalább addig legyen ez így, amíg ki nem találják, hogy mi történhetett. Oké. Okay. Köszi, édesem, mondja anya. Beszéljünk még vele. Annyira cuki ez a játék, annyira imádom, úristen. Szóval, édesem, igen? Hogy nézett ki az a kar? Le volt vágva, pont a könyök fölött. És véres volt meg minden? Hát egy kicsit. Kíváncsi vagyok, kinek a karja az. Hát elég egyszerű lenne kitalálni. És milyen igaz? Állatok rohangálnak letépett karokkal. Vagyis, hogy hát azok nélkül. Jéha. Hé, mi történt a karoddal? Hát, elvesztettem ott a kajádánál. Lejtettem. Itt van, uram, megtaláltuk a karját. Ó, köszönöm. Attól féltem, hogy soha nem látom újra. Itt üljönek. Az emberek nem mindig viszik vissza a karokat, amikor megtalálják őket. Milyen kár. Egy hideg világban élünk. Hideg világban, édesem. Mit olvastam? Akarja megmondani? Aj, nem. Elmegyünk Angushoz, megnézzük, hogy mi a helyzet nála. Te, ez kicsoda itt jobbra tőlünk? Hé, te kölyök! Felnőtt vagyok. Szóval visszajöttél, ha? Igen, Mr. Penderson. Nem tartott sokáig, ha? Nem, Mr. Penderson. Van már melód? Hát még csak 24 órája vagyok kb. Itthon. Egyes. Ja, megválasztottak polgármesternek. Kettes. Melyiket mondjuk az öregnek? Mit szeretnétek? Ja, még mindig lehet, hogy a Wellboyt olvassa. Legyen a kettes? Akkor legyen a kettes. Megválasztottak polgármesterré. Hát, te se lennél rosszabb, mint a mostani. És elrendeltem, hogy dózerolják le a házadat, a házát. Micsoda, befejezed a munkát, amit elkezdtél? Remélem, hogy élvezni fogja, hogy kint lakik az erdőben. Azok a tojások levették a festéket a vinyl bevonatáról a házamnak. Szevasz, Petyka. És mondjuk neki tovább, hogy kukázzon kajáért, meg egyesüljön az állatokkal, Mr. Penderson. Vigyázz magadra, kis hölgy!
kis effing miss. Szia VNK, további jó estét neked is. Senki nem felejtette el, hogy ki vagy és hogy mit tettél, tudod. Talán úgy viselkednek, mintha elfelejtették volna. De ez csak a kisvárosi udvariasságot. Szóval ez lenne az mi? Kérdezzük. Igen. Kisvárosi illedelmesség. Az minden, amit van, kölyök. Szóval figyelj oda. Hát ez igazán érdekes volt, de most már mennem kell hallgatnom, ahogy a sejtjei meghalnak. Akar még mondani valamit? Nem hiszem. Itt meg nem tudunk körülnézni, úgyhogy menjünk tovább. Nézd, a mókusok is itt futnak. A világ legcukibb játéka, amit emberi kéz alkotott. Ott van Summers! Szóval, milyen újra itthon lenni? Hát, én még csak most értem haza, szóval... Most így magamba veszem, vagy szívom az egészet. Szia, Lara, jó estét kívánok! Mi a helyzet? Hogy vagy? Úgy érzed, hogy bármi megváltozott volna? Ja, totálisan. Na, nem igazán nem. Az egyes az igen, a kettes a nem. Melyiket mondjuk? De jó, sikerül szívni a nap végén a pipát. Tök jó, hogy holnap Szabin leszek. 1-2, 1-2. Három. Kettő. Egy. Üdvözlöm betonnok, itt is itt köztünk. Akkor ez egyes lesz. A Park Store? Az a... Valamilyen bolt volt a parkban. Az elment, eltűnt. Most már van egy snack falkonunk. A Food Donkey-nak is oda. Most már a helyén van egy Hemp Hunter. A Harley-ek kicsit nagyobbak már. Láttam őket, ahogy futkároznak előtte. Ja, azokat a kis szarokat néha babysittelem. És rosszak? Annyira kedvesnek tűnnek. Na, így hűítenek be. Tudtad, hogy ellopnak dolgokat? Micsoda? Ja, ellopnak dolgokat. Szent szar. Akkor engem is hülyére vettek. Summers, beszélgessünk még. Ó, pedig vele mindig jó dumák mennek. És mi van itt? Minden nap ez lesz egyébként. Minden nap végig megyünk a városon, és mindenkivel beszélgetünk, és mindent is megnézünk. Tök izgémban megkaptam a súlyi szucokat, 9 kiló jegyzetet, és egy fonendoszkóp volt, úgyhogy mostantól játszatok nővérkéset. Mi ez a fonendoszkóp? Ez itt az én tulajdonom, mondja a madár. De ez az én utcám! Te aztán nem változtál gyerekkorod óta. Ő azt hiszem nem akar velünk többet beszélgetni. De itt nem ugorhattam volna fel valahová? Várjál, egy, kettő... Nem jó. Nem jó, ez így rossz az ugrás. Hogy tudnék feljutni? Kettő. Ó, oh, de nem lehet felállni a párkányra. Forendoszkóp, amivel doktornén, doktorbácsi meghallgatja a tüdődet, meg a szívecskedet. Az nem... De annak nem iszé volt a neve a múltkor. A... Mi az Isten volt annak a neve? Na hát mindjárt mondom, a Song of Horrorban láttuk. Nem teleszkóp, nem endoszkóp, nem mikroszkóp, nem... stetoszkóp volt. Mi a különbség? Be kéne tudnom mászni a házakra. Kettő... Három, megvan. Oké. Okay. Nézzük csak meg, hogy mi van itt fent. Nem tudunk bemászni. Kettő. Nem tudunk fel... Vagyis, hogyha fel tudunk mászni, de nem mond semmit a karakter. Kísértetek.
lerajzoltuk a ruhákat, mint kísértetek. Nagyon cuki. Ahogy is hívják, az az. Ugyanaz a kettő, de hát akkor miért van kettő neve? Jaj, várj, rossz felé megyek, bocsánat. Mit szív az a macska? Angushoz kell elmennünk, aki a Video Store 2-ban dolgozik. Nézd, itt egy bácsi, aki horgászik. Sápat fehér, alagúti halak. Könnyű elkapni őket, és olyan finomak. Az jó. Úristen, hallottad? Kihallgattad? Az öreg magában beszélt itt a halakról. Itt úgy tűnik, hogy... Várjál? Na, itt a finom perecek vannak, amikből nem vehetünk. Ki ez a nő? Oh, hello me! Ismerem magát. Nem tudom, hogy emlékszel rám, Miss Rózára. Ismertem a nagypapádat. Meglátogattalak azután a nap után, hogy megszülettél. Annyira pici voltál. Pont. Hát gondolom, néhány dolog soha nem változik, ha? Honnan ismerte a nagypapámat? Hát én itt vagyok a legtöbb napon. Miért nem jössz ide valamikor, és majd elmesélek mindent vele kapcsolatban. Dolgokat, amiket talán nem is tudsz. Rendben, felkeltette az érdeklődésem. Édes kíváncsi gyermek. Na jó, akkor Miss Rózához majd mindenképp el kell jönnünk. Itt vannak még a srácok, akik itt lógnak a... Nem, eltűntek, úgy látom. Ja, néhány dolog soha nem változik, azt mondta, a kicsiségünkre. Most szerintem... Igen, ide kell bemennem. De még mielőtt ezt megtenném, lehet, hogy nem menne hülyeség körbenézni a városban, hogy volt-e valamilyen változás, akármi érdekesség. Ja, és ez volt a Party Barn. Aha, igen, és azt megeladták. Ez mi? Szerintem ide van felírva egy ilyen nagy unoka bátyám. Vagy anka? Várjál már, igen. Nagybácsim, bocsánat. Vagy valami, van ide írva. Igen, ott is van. Anselm Borowski. Anselm? Hát még az életében is elég tragikus volt. Szeretjük a háborús emlékműveinket itt Possum Springsben. Kettő nagyon ősi darab is van. A régi, tehát az óvárosban. Hát, és három van a városban úgy összesen. Azt hiszem, hogy felraktak egy újat a Pill Hill-re. Van egy a Possum Jumpnál, de az egy ilyen ijesztő. Nem voltam már ott fent, mióta... Ja, igen, azóta a parti óta, amire nem is gondolunk egyáltalán, véletlenül sem fogunk rá gondolni. Itt van az All Pickex, ahol... Bee dolgozik. Úgy tűnik, hogy itt nem sok minden változott a városban. Fel lehet már itt menni? Nem, itt még mindig nem lehet felmenni. Nem mehetnék fel valahol ezekre a házak... Várjál! Nem ugorhatok fel oda a bigyóra? Nézzük csak meg. Egy, kettő... Nem jó. Pedig én oda nagyon szeretnék felugrani. Egy, kettő... Ó, na várjál! Egy, kettő... Nem jó, nem jó, nem szabad megállni. Nem szabad elveszíteni a lendületet. Egy, kettő... Hát, nem fogok tudni oda felugrani, sajna. Pedig én úgy látom, hogy végig lehetne rohangálni ott az elektromos vezetékeken. Várjál, azt engedélyezem.
Igen, az automat mindig megfogja azt a szót. Fel kell, hogy másszak oda valahogy. Itt jöttünk ki. Ezek miről beszélgetnek? Úristen, jobb, ha fedezékbe vonulsz, mert itt jönnek a smelterek. Az nem használ, hogyha elbújsz. A smelterek megtalálnak. Ez valami filmes elmondat lehet. Biztos valami sorozat, amit nagyon szeretnek. Snack Falcon tetejére... bemehetnék Greghez. Na várjál, akkor menjünk el viszont balra. És majd utána megpróbálunk felmászni az épületek tetejére is. Ide még mindig nem mehetek el. Igen, a PC-met akarom, szükségem van az internetre. Sokkal fontosabb, mint akármi, ami ott van kint hátul. Akkor nem megyünk itt tovább. Jó, de Greggel viszont mindenképpen beszélnünk kellene. Kérdezzük meg Greggel, hogy mi a helyzet. Meg Greget, hogy mi a helyzet. Mi? Mik vannak a fülére aggatva? Hey, mi? Poharak vannak a füleimen. Wow. Miért? Mit mondjuk neki, azt, hogy wow, vagy azt, hogy miért? Egyes, kettes. Mennyire cuki amúgy. Wow. Azt hogy csináltok, hogy egálba szavaztok mindig? Mondjuk azt, hogy wow. De Petyke, te már egyszer szavaztál a wow-val. Az nem billentette sem erre. Ne csaj. Olyan hangok vannak ideben, mint az óceánnak. Az nagyszerű, haver. Láttad Angust? Minden este. Ja, igaz, úgy értem, hogy... most hol van Angus? A munkában, a videósztorban, a videótékában dolgozik. Mit akarsz Angustól? PC problémáim vannak. Azt gondoltam, hogy talán ő értene hozzá esetleg egy kicsit. Ő egy igazi hacker. Mi tényleg? Biztos vagyok benne, hogy hackkel. Wow. Az király, haver. Akkor majd később találkozunk. Egyértelműen. Annyira örülök, hogy visszajöttél. Szóval az a kéz, ugye? Ja, Jézusom, mi az Isten? Szerinted mi történhetett? Nem tudom. Hát, hogyan végzi egy kar leszakítva a járdán? Possum Springsben. Hát, úgy értem, elég király, de ijesztő. És olyan... ja, két ajtóval a lakásunk alatt történt. Micsoda, hogy bent laktok most a város középpontjában, vagy mi az Istenben? A belvárosban? Ja, itt lakunk a szomszédban. Ha, jó messzi, vagy jó régóta elmentél már, az biztos. Szóval később akarsz lógni együtt? Annyi dologról kellene dumálnunk. Á, nem. Vacsorán van a családdal. Az egy jó dolog, vagy egy rossz dolog? Pont, pont, pont. Hát egy ilyen barátságos dolog. És már 6 óra van? Egy pillanat. Mit akarnak a 6 órától? Lehet, hogy akkor... ja, akkor végez a melómat. Amúgy elmehetünk ide, abból hátuljába körül, nem. Mik vannak itt lent? Fruits Ghost. Az valamilyen gyümölcskísértet. Snake-ems. Mi az a snake-em? Szendók vannak. Crunch Star. Ilyen mérges, borsos valami. Nád már majdnem éjfél van. Nálam is. De mit számít ez? Amikor egy ilyen királyjátékkal játszhatunk. Hát most akkor vissza kellene mennem a videótékába. De előtte lehet, hogy nem lenne hülyeség, hogyha felugrálnánk, nem?
Lehet, hogy ki kéne próbálni tényleg, hogy fel tudunk-e mászni. Egy, kettő, három. Nem jó. Egy, kettő. Á, egy, kettő. Nem jó, nem érem el. Úristen, de valahogy fel kell jutnom oda. Az a baj, hogy innen se hiszem, hogy felmászhatok, pedig kell lennie valahol egy helynek. Mert ha megnézitek, ez itt magasabb. Nem jó. Pedig útira van fent valami. Valamit ki kell találnunk majd, hogy jussunk oda feljebb. És mindig a harmadik ugrás az, ami magasabbra szökken. Mindegy, menjünk be Angushoz abba a izében, a videótékában. Angus, nem cica, mi, cica. Death Shield 3. Dinosaurus probléma. Légy kedves. Az agyevők. Milyen filmek vannak itt? Ez kicsoda? Beaver Priest. Az valamilyen hód pub. Szia Mókus, jó estét. Igazán nincs mit. Mi a helyzet, hogy vagy? Segíthetek neked? Kérdezi az eladó. Hol van Angus? Ő van váltásban? D-shiftben? Mi, hogy it is day? Az hogy érti, hogy nap van? Ja, hogy ő az éjszakás, gondolom. A csajsz meg nappalos, és azt mondtuk, de hát, hogy nappal van. Nem, fordítva, Angus a nappalos, a csajsz az éjszakás, és azt mondtuk neki, hogy akkor, de hát most nappal van, és ez, erre azt mondja, hogy hát korán értem ide. Várj! Miért hangzik minden úgy? Szádból, mint egy kérdés? Hát te is ugyanezt csinálod? Csak nem kommentáltam őket. Komolyan? Igen? Ha? Ez nagyon hülye. Night shift, ha? Az király. Otthon vagyok a babámmal napközben. Amíg anyukám haza nem ér a munkából? Babák. Elég király munka, nem? Filmeket nézhetek, cukrot ehetek, cukisrácokkal találkozhatok. Cukisrácok. Mi a baj a srácokkal? Nem tudom. Overratedek. Túl vannak becsülve a cuki fiúk. Hát jó, akkor hol lehet Angus? Lehet, hogy hazament. Bizonyám, itt van az otthona, szerintem ez lesz az. Ez mi? Ja, itt mehetnék ki. Várjál, ez itt egy lift. Erre meg nem mehetünk tovább. Nézzük meg ezt a liftet. Ezeket nem tudjuk elolvasni, de ott van Greg és Angus. De ott nincsen kapcsoló? Hello! Hát... micsoda? De hát ott nincsen gomb. Talán valahogy mégis működésre bírhatnám. Most nyomogatom. Hát nem igazán. Úristen! Ott valami kisülés van. Hello! Te remengusz vagy. Ki az? Ki beszél? Ki vagy te? Mély Borowski vagyok. És mit akarsz eladni? Szóval, hogy sok ember jár ide eladni dolgokat? Hello! Leteszi. Valahova máshova kell felmennem. Oké, becsöngetünk máshova is. Igen. Hello, Angus. Angus, azt mondod. Haver, mi vagyok?
Mesélj nekem magadról. What? Mi a fene? Asekú. Jézusom. Hát ezt miért kaptuk? Hát na várjatok. Na várjatok, megvárjuk, amíg végigmegy ez a 10. Jézusom, óriási subgift bombát beküldött nekünk Asekú. Hát nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nagyon kedves tőled, de ezt miért kaptuk most tényleg? Nagyon szépen köszönöm a támogatást. Nagyon hálás köszönetem, tényleg. Nagyon szépen köszönöm. Az a GIF, az kérlek szépen a Szenthegy című filmből van, 1969-ből, hogyha jól emlékszem. Hodorowsky rendezte, aki egy mexikói rendező, és minden idők legnagyobb költségvetésű mexikói filmje. Yoko Ono és John Lennon rakták rá össze a pénzt, és a mai napig egy olyan produkció, hogy így megnézed, és így azt a rohadt mindenségét. Elképesztő. Nagyon szépen köszönöm. Gyert fel is olvasom, hogy kik kaptak. Hunsosi, NLBIG, Adam White, Holdfarkas, Egyegyús, Mr. Frappy, Uivi, Killer Gabesz, Szilajka és Bazsó. Köszönöm szépen mindenkinek. Mert olyan kedved volt. Hálás köszönetem. Ott is van a Killer Gabesz, egyből megjött. Még mindig mennek a gifek. Nem akarok addig tovább előre menni a sztoriban. És még szerintem csak az ötödiknél lehetünk kávé. Mesélj, hogy ment a meló, Asekú? Elvileg én úgy csináltam meg a badge-eket, hogy úgy nézem ki, mint egy pajzs. Melyik badge-ről van szó? Nem, a VIP badge-ek azok a pajzsok. Vagy most mi a kérdés? Hát a gyémánt alakú pajzs. Ment már jobban is, de eltelt, és ez a lényeg, az biztos. Az tuti. Szóval, bocsánat, folytassuk a történetet. Szóval mesélj magadról, Maybelline. Azt a mindenit, ez valami perverz lehet ott. Hát ez nem ez Angus. Szeretnéd, ha az lennék? Nem! Viszlát! Letette. Azt a rohadt. Itt kiesengetünk be. Maurice? Mi? Angus? Mi? Igen. Te nem vagy Angus. Te meg nem vagy Maurice. Hát örülök, hogy ezt megoldottuk. Letette. Szia, Gabesz. Szia. Hello, Angus. Te is keresel, gyermekem? Igen. Angust keresem. Keresheted bárhol az Angusodat. Mindenkinek egy más Angusza van. Néhányunknak Angus egy boldog esküvő, házasság. Néhánynak egy jó karrier. Néhánynak egy csini autó. Az én Angusom az egy csávó, akit Angusnak hívnak, és itt lakik. Gyermekem. Nincs Angus, ami bármikor, úristen, felérne az egyetlen igazi Angushoz. Az úristenhez fölöttünk. Furcsa lakói vannak ennek a háznak, igen. Oké. találkoztál Istennel ma már? Nézd, anyukám a templomban dolgozik. És benne vagyok így a klubban, alapjáraton. Letette. Utolsó cédulán valami macska kaparás van. Hello. Keresem Angust. Van ötletet, hogy hol lakik? Azt hiszem, hogy a 2-es szám alatt laknak. De rá van írva a gombra, azt hiszem. Hát úgy tűnik, hogy el van romolva.
Szerintem a kisrác, akivel lakik, berúgta. Ne, akkor Greg volt az, aki tönkretette a kapcsolót. Greg? Ja, vagy valami ilyesmi. Hogyan? Hát, azt nem tudom, sajna. Én csak úgy itt lakom. Letette. Hát, és mit csináljunk vajon? Be kéne csöngetnem valahova és... Jézusom! Hello? Ah! Ki ez? Hello, én vagyok, mi? Mi? Igen, mi? De megrázott az áram? Ja, elég gázott az a szar. Hát nincs is ott egy gomb. Ja, de mondjuk beledughatsz egy, mi ez? Screwdriver, tudjátok, a csavarhúzót, és hát mindegy, most már túl késő. Mindegy, gyere fel, letette. Ez igen. Jó, így már beengednek a liftbe. Meg is érkeztünk Greggék lakására. Milyen boldogan ugrál, nézd, nagyon cita. Aj, de szeretem. Az micsoda, Luna Freeze? Luna Freeze, így hívják a fridget. Na jó, csak gondoltam, beköszönök, megyek is aludni, holnap hosszabbra tervezem én is. Lemaradsz a legjobb játékról ever. Szia Szeriz, szia Mókus. Egyikőtöknek jó éjszakát, a másikotoknak pedig jó estét. Mi a helyzet, hogy vagytok? Wow! Na gyere be! Hello haver! Hát üdv itt a lakásunkban. Lehettem volna akár a... Micsoda? Alsó neműben is. Hey haver! Miattam ne viselj nadrágot. Miért volt kinyitva az ajtó? Mert Greg mindig elfelejti bezárni. Greg éppen Meróban van, hogyha éppen őt keresed. Hát tulajdonképpen téged kerestelek, mert a laptopom totál elromlott, és azt gondoltam volna, hogy miért, mi a baja? Hát amikor bekapcsolom, egy csomó minden így felugrál. Miféle dolgok azok? Hát tudod, dolgok, a dolgokról, nem gyerekeknek való dolgok. Nézz oldalra, milyen cuki! Nem mer a szemébe nézni, amikor erről beszél. Semmi, hát csak dolgok. Melyiket mondjuk szerintetek? Az egyest vagy a kettest? Mondjuk neki, hogy nem gyereknek való dolgok? Már csak egy DLC választál 100%, Assassin's Creed franchise-tól produktív nap voltam, hogy te Jézusom, miért kínzott magad ilyen játékokkal? Jó estét kívánok mind az 54 nézőnek. Zoli, te most jelenteni fogsz mindig, amikor 50 felé megy? De nagyon sokan lörkölnek, nem tudjuk összehozni azt, hogy írjon mindenki. Oké, szóval dolgokról, nem gyerekeknek való dolgok. Miért nem hoztad el magaddal? Elfelejtettem. Mhm. Tudod mi, nem kell, hogy cikinek érezd ezt a... Nem vagyok. Úgy értem, hogy mindenki... Ne, tudom. Marra jó. Oké, lássuk, hogy mit tudok kezdeni vele. És hogy követtük a szemünkkel, ahogy elment. Oké, van számodra valami. Dugd ezt be az USB-be és indítsd újra. Az így megtisztít el a mindent. Lehet, hogy a régi fájlait közül mondjuk néhányat is kitöröl. Wow, kösz haver! Nem probléma. Oké, hát akkor megyek haza. Meglátjuk, hogy a mágiád működik-e. Ez nem mágia, nem varázslat. Ezek csak egyesek és nullák. És mi pedig csak atomok vagyunk. És ami... érzékelésünk, a valóság érzékelésünk, azok csak kémiai reakciók. Azokat elveszed és... Uff, ennyit az univerzumról.
Pont. Vá. Bocs. Akkor én most megyek. Angus egy kicsit ilyen nerd, nem? Egy nagyon picit. És ebből haza is értünk. De is rajzoltuk őt. Itt van apa. Hey, fater! Dead Earth, úgy hívjam. Oh, hát csak nem. Maga, Possum Springs polgármestere. Mi volt ma? Lógtam egy kicsit Angusszal. Emlékszel rá? Szia, hunsosi, jó éjszakát, szia. Ó, igen, kedvelem Angust, elég okos. Régebben dolgoztam az apukájával. Tudom, hogy elég nehéz időket éltek, miután mindannyiunkat kirúgták. Régebben láttam a bárnál. Ja. Miután abbahagytam az ivást, utána már nem láttam túl sokat őt. Kíváncsi vagyok, hogy van. Kitaláltak bármit is sikerült kideríteni bármit is a karral kapcsolatban? Hát nem, ahogy hallottam. Hát, azért vigyázz magadra odakint. Talán vinnem kellene magammal egy buzogányt, vagy talán ilyen boxert, vagy ilyesmit. Hát, az elég nagy kár lenne, hogyha bajba kerülnél, és nem lenne nálad semmi. Unarmed. Látjátok azt a szót? Az egyébként, hogyha szó szerint fordítod, az az, hogy nincs karod, ugye? Szóval elég nagy baj lenne, hogyha bajba kerülnél. Fegyvertelenül, vagy inkább kartalanul. Na, szerintem, hogy jól leszek. Micsoda? Nem mond semmit. Ha, oké, értem. Unarmed. Oké, most megyek inkább az ágyba. Jó éjszakát, polgármester kis cica. Jó éjszakát. Na jó. Nézzük, hogy... nem tudnék esetleg még valamit csinálni ma odaként. Biztos, hogy csak ennyi volt ez a mai nap. Lássuk, hogy működik-e, amit Angus összerakott. Hát ennél rosszabb már legalább amúgy se lehet. Mondjuk lehet, hogy felgyulladhatna. Na mindegy. OMG! Ebből működik. Ebből ránk is írtak, Greggék. De az ott Greg nevében Angus. Akkor azt hiszem, hogy jól működött, ugye? A PC-d. Ja, megoldottak, köszi. Oké, raktam valami mást is arra a drive-ra. Emlékszel a Demon Tower-re? A démon toronyra? Ja, azt régen nagyon sokat játszottam. Folyamatosan játszottam vele 10 évvel ezelőtt. Én megint elkezdtem. Folyamatosan update-elik a játékot. Ó, a szerverről leszetheted a régi mentésedet, és pontosan ott folytathatod, ahol abba hagytad. Ó, az nagyon király. Szóval meg kellene nézned, és aztán beszélhetünk a démon toronyról valamikor. Még mindig nagyon királyám. Az biztos, hogy így fogom csinálni. Kösz, Angus. Megemeli a kalapját. Hey, leszetted már ezt a pornót a laptopodról? Kérdezi valaki sárga betűkkel. Hallottam, hogy elrontottad olyan sok pornóval. Ez biztos, hogy a Greg. Ez tutira a Greg. Nem csináltam. Haver, tudod. Melyiket mondjuk? Nem csináltam. Kiszagolom a hazugságaid. Miért kell átalakítanod az internetet egy hazugság barlangá? Mindent letagadok. Szóval holnap este eljössz a partira, ugye? Milyen partira? Hát ami kint lesz az erdőben, egy csomó ember jön, suliból, meg ilyenek ezen a hétvégén. Király emberek, nagy tűz, snacks, ezt egy kicsit félreírta, sörök. Ha már tudod, hogy el fogok jönni. Akkor most igazából snackeket akartál írni, vagy snakeket? Nem mindegy, hogy kajom, vagy kígyó. Oké, hát persze, hogy el fogunk menni. De mit akart írni?
Mind a kettőt, haver. Mind a kettőt. Oké. Király, szóval meg kéne kérdezned B-től, hogy el tudná dobni minket kocsival. Á, ne, nem hiszem, hogy kedvel engem. Ne, ő tiszta vele minden rendben. Mindig ő kocsikáztat meg minket, és meg is engedi azt is, hogy kölcsön vegyük az autóját. Holnap állj meg a boltjánál, és kérdezd meg, Léci! Oké, mindegy. Yay! Egy pizza a kurzoron? Az mi? Az mi? Ezek valami napi üzenetek? Ez kicsoda? Éppen nincs a gépnél. Úristen! Arra született, hogy veszítsen valami országos trash, mármint egy ilyen szemét, büszke dobos, deszkázás, pusztítás. Skate to create. Mi az Isten? Dicsőségre hivatott. Tehát ki ír ilyen hülye away message-et magának? Többiekkel már nem beszélhetünk. És mit csinál itt ő? Sharkle! De beteg neve van. Nem, de beteg nevetése van. Játszhatnánk a Demon Tower-rel is? Szóval a vérkorában egy csápat felemelkedik. Semmit nem viselve, csak egy egyszerű kardot. Aki felmerésszel menni a Démon Torony lépcsőjén. Aha, ez a negyedik rész. A vértolvaj mészárlása. Mi? Ez egy játék a játékon belül? Mi? És egy cicával vagyok? What? Na várjatok. Na várjatok, mert azt hiszem, hogy ez valamit. Ez biztos, hogy valamit kinyitna, hogyha ezt megcsinálnánk. Az mi az? Ez mi? Vajon? Várj, ott egy enemy. Mindent is elverek. Ezeket a dolgokat ott a jobb színen ki kellene nyitnom. Ott is vannak enemik. Ez valami RPG-szerű játék? Eddig egészen sikeres vagyok benne. A rózsaszín hill lesz, szerintem is, mert... Au, hey, á! Személy. De leveszi a HP-t, azonnal menjünk vissza hílelni. Szia paradicsom, jó éjszakát neked is. Aha, tényleg ez visszaadja a HP-nkat. És akkor van valami durva támadásom? Mi? Nem fogom feladni. Ott is van egy HP, nagyon jó. Csak egy szintet szeretnék megcsinálni, aztán nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy mire megy ki itt a játék. Mármint, hogy lehet, hogy Angus-szal tudnék beszélgetni a játékról is, hogyha esetleg játszottam vele. Ez mi volt ez a hang? Szia Mao, további jó éjszakát neked, köszönöm, hogy itt voltál. Kettő enemy is állott, mind a kettőt szétverjük. És akkor oda lehetne bemenni, csak mégsem. Oda kell valami. Ó, és ezek voltak azok, amik szétestek, aha. Jó. Megvan minden. Egészen ügyes vagyok ahhoz képest, de ettől még biztos lesz nehezebb szint is. Be kéne mennem balra. Ez nem tud ilyen...
nyílakat kilőni, mert hogy kilógott egy nyíl a hátából. Mint egy régi Dungeon Crawler. Ezt a játékot amúgy felkértek valakit, amikor összejött a nagy pénz. Egy nagyon híres játék, indie játék készítő srácot kértek meg rá, hogy csinálja meg. Ez mi? Ó, egy kulcsot találtam. És akkor ebből kellene még egy? Csobó HP van itt még eldobva. Itt ugye lehet, hogy vannak ilyen titkos járatok, meg ajtók, meg minden is. Biztos bemeltek oda a kulcssal. Beájultál? Azt hogy csináltad? Jól van? Úristen, egy boss! Mi? Elvertem már is. Egy kicsit táposabb vagyok, mint gondoltam volna. Ó, level 11-ben vagyunk. Ez micsoda? Jaj, ne! Elvertem a vendort! Jaj, ne! Bocsánat, nem tudtam, hogy mit kell nyomni. Nézd, ez egy kísértet. De elvertem talán. Épp a nyárat töröd a billentyűzetről? Belefér? Ezt kétszer kell megölni. Na jó, innen folytatjuk. Remélem elmentette a játékon. Ezt végig kellene játszani, hát akkor valami történik. És tényleg ezen a napon nem lehetett már mit csinálni? Tényleg át kell mennünk a következőre vajon? Hé, tudnánk játszani a basszus gitáron. Melyik dalt? Space Dragon-t? A Die Anywhere Else-t? A sárkányt, az űr sárkányt? Ezt a dalt már játszottuk, játsszuk ezt. Oké, okay, akkor gyakorolunk. De cuki, ott a cica balra. Koncentrálok rohadtul. Biztos van valami achievement, hogyha jól csinálom, nem? Tuti van valami, hogyha megnyerem. Mármint, hogyha nem rontok bele. Imádom ezt a dalt egyébként. Oké, eddig jók vagyunk, eddig nem rontottunk egyet sem. Basszus! Hát egyet belerontottam. Kettőt. Hármat. Jézusom! Az a rész nagyon nehéz. De a cica milyen jól el van. Ott balra. Ó, milyen hat volt! Dehogy is, alig volt izé, három rontás volt benne. Közben ez a haja, de persze, hát úgy figyeltem azt, hogy milyen. Jó, nem volt ez annyira rossz. Bad time, hát ja, gondolom.
jön a következő nap. Ezen a napon este lenne a parti egyébként, jól sejtem. De valamikor meg kell állni majd az öreggel is, aki a régi tanárunk volt, ugye, aki mondta, hogy nézhetnénk a csillagképeket. Mondjuk az a csillagképes téma az elég necces. Olyan szempontból, hogy nagyon nehéz fordítani, mert ott ilyen arhaikus dolgokat is mondanak, azt hiszem. Mit akar Greg? Ja, igen. B, az All Pickaxe-ben dolgozik, szóval oda mehetsz. Szerezhetsz némi... Szevasz, Mr. Rukai. Mi az Istent? Tools, tudjátok, ilyen eszközök, amiket... szerszám, igen. Szóval szerezhetsz némi szerszámon. Például egy nagy fejszét, és aztán mehetsz diakonászni mindent is. Ő még mindig övében van. Sárkol! Nagyon állat, oké. Elindulunk jobbra. Szerintem anyukánk biztos, hogy itthon van. Pater meg dolgozik tutina. Megint itthon. Ahol az emberek tudják a nevem. És tudják az anyukám nevét, az apukám nevét. És azt is, amikor azt a gyereket kórházba juttattam. Na ez mi lehet vajon? Ez a kórházba juttató sztori. Jó reggelt, anya! Egész nap anya. Minden nap anya. Szóval, mire készülsz ma? Greg és Angus, meg Bee partira mennek, egy buliba mennek, és talán én is elmegyek velük. Egy buli, mi? Oda néz. Két napja vagy itthon, és már is ilyen social butterfly vagy. Ja, eléggé. Nagy kereset van rám. Egy kicsit izgulok. Egyes. Kicsit izgulok a kettes. Melyiket mondjuk? Jó étvágyat Zoliártnak. Kicsit izgulunk, azt mondjátok, az legyen? Legyen. Ó, minden rendben lesz, édesem. Kimész és nem tudom, mi ez a mingle. Tulajdonképpen szerintem többségben ilyen öreg gibis arcok lesznek majd ott. Kíváncsi vagyok, hogy Cole ott lesz-e, kérdezi anya. Mindig azt gondoltam, hogy ti ketten annyira cukik vagytok együtt. Anya, ne! Ó, bocsánat, édesem. Nem tudtam, hogy ez még mindig egy ilyen érzékeny téma. Nem az. Oké, hát akkor... menj csak és érezd jól magad, édesem. Így lesz, találkozunk később. Hé, hey, édesem. Micsoda? Yes, honey. Angolnak, még mindig a bellboy. Yes, anya. Annyira király. Szuper cuki ez a játék. Na jó, akkor nézzük meg, hogy mi történt a városban ma. Itt még mindig nem lehet elmenni. Fel kéne másznom az oszlopra. Tök nagyot is tudnék ugrani. De nem elég nagyon. Nem jó, mert hátra nem lehet ugrani. De nem lehetett itt valahol felugrani esetleg? Mi? Hol rontom el? Itt van... Summers! Szóval... mit csinálsz így ezekben a napokban? Hát... itt lógok, amíg vissza nem megyek a saját helyemre. A szüleim kibérelték ennek a helynek a felét Mr. Chazokovtól. Babysitteltem. Meg volt ami állásinterjún a Hempentörben. Most várok, hogy visszajelezzenek. Ó, apukám is a Hempentörben dolgozik. Ja, hát náluk aztán kapható minden. Ennyi? Hogy néz minket, hogy szemmel tart? Ki ez a sok ember?
És hogyha nem kezdünk el üzleteket kapni itt, akkor nem lesz többé Possum Springs. Úgyhogy meg kell tennünk mindent, amit meg tudunk tenni, hogy a piac észrevegyen minket. Visszatérhetnénk az előző témához. Igen, szóval átrakítjuk a pénzösszegeket, hogy kijavítassuk a... Geri, nem hallasz engem. Valamilyen szobor felújításról volt szó. Nem mond nekem, hogy nem hallak, Andrew. Nem annyira fontos, történelmi dolog ez. A segged nem az, mondja valaki más. Srácok, srácok, nyugi, hagyjátok abban. Na igen, igen. Mindig itt kezdünk el ezen mérgelődni, meg összeveszni. És emlékszel rá, hogy ki... jó, igen, 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 igen. Lépjetek tovább, miről beszéltek? Ja, és itt elmennek. Ezek az emberek folyamatosan ezen veszekednek, lehet, hogy nyuggerek. Legálisan lelőhetnének téged, amiért itt vagy, tudod? Áh, soha nem tennél olyat. Mert babysitteltem a cicádat. Szevasz Gábor, 1, 2. És ott is vagyunk fent. Na, nézzünk csak át ide a másik oldalra. Végig kellene mennünk ezen a kábelen. Tutira eljuthatnánk valahova, ahová nem kellene eljutnunk. Például erre lehet, hogy átmentünk az építkezés felett? Nem, nem, itt megáll. Ez a game még mindig zseniális, igen. Még mindig túlságosan rohadt jó. Annyira cuki mászkál, hogy ott egyensúlyozik. Itt egy mókus, már nincs. Nem kéne ide felugranom? 2? Nem jó, nem jó, nem jó. Valahová el fogok jutni, hogyha itt mászkálok fent, ez biztos. Ja, V-nek ez a csávó van. Pontosan kint az ablakánál, állandóan. Arnold Stalkerbaum. Ott stalkolja. Hello, B. Megkaptad az üzeneteimet? És ott vár. Jézusom. Ez a stalker. Ó, ne. Ez nagyon... Oké, igen. Jó, oh, wait, le ne essünk. A stalker szobor, aminek soha nem válaszolnak. De folyamatosan írogat. Hé, megkaptad az üzenetem? Menjünk tovább. Mi? Hogy itt vége van? És hogyha itt átugranék, mi lenne? Jaj, ne! De nézd, ott van fent egy ember. Ide be lehet nézni? El kell mennünk Mrs. Rózához. Itt a mancsunk. És itt lehet labdázni. Mert labdázni rohadt jó, de menjünk tovább. Szóval, hogyha visszábennénk egy picivel, még az alagút előtti területre. Amúgy ott van valamilyen opossum, aki felmászott az oszlopra, lehet, hogy valamit csinál. Akkor itt még körbenézhetni? Nem, itt már nem valószínű, hiszen itt másztunk fel. Akkor itt már nem sok minden van nekem. Biztos, hogy be kéne mennem az alagútba. Ez itt mit csinál ez a fickó? Ja, hogy ide kell. Maga, mit csinálod fenn? Néhány nappal ezelőtt egy ilyen utcalámpa egy hatalmas viharban letört. És az sem segít, hogy ezek az idióták mindig ugrálnak a vezetékeken. Ja, hát elég kár. Oké. Okay. Szóval, mondd el a többi kölyöknek is. Felnőttek. Áhá, nem, nem hiszem. A felnőtteknek munkáik vannak, és jobb dolgaik is, amiket csinálhatnának. Á. Na mindegy, te mondd el a többi gyereknek, hogy szálljanak le. Vagy pedig valakit a végén megöletnek. Nem tudja esetleg, hogy mikor javítják meg a lépcsőket? Kétségbe esetten el kell jutnom a templomban. Holnap asszem.
a vámpírok nem mehetnek szentelt földre. Én nem láttam itt vámpírokat. Kivéve talán a kormányt, aki ugye szárazra csapol minket. Na most nagyon gondolkodom, hogy micsoda, hogy átvette tőlünk a vámpír sztorit, én pedig elmegyek. Vigyázz a vérszívókra, kölyök. Felnőtt! Egy, kettő. De innen nem lehet felugrani valahogy? Ezt hogy lehetne? Talán ha ide hátra állnék. Egy, kettő. Nem jó! Basszus. Egy, kettő. Nem jó, nem lehet onnan felugrani semmiképpen. És mit találunk erre? Ja, itt a telefonos izék, a diszpécserek beszélgetnek, kint kávéznak, cigiznek, és arról beszélnek, hogy valakit meg kéne nézni egy terapeutát esetleg, hogyha mindig ideges vagy a telefonok miatt. Mi az Isten? Na jó, mindegy, hadd beszélgessenek. Itt dolgozik B. Viszont nekünk az alagútba inkább el kellene menni előtte. Hát, ha ott van Mrs. Rosa, és talán mondana nekünk valamit a nagypapánkról. Meg amúgy előtte el kéne menni Greghez is, és vele is beszélgetni kellene, hogy mi a helyzet. Aztán elmegyünk este a partira, és utána fogunk mára szerintem elköszönni. Az esti parti az viszont elég jó lesz. Itt van az öreg lány? Nincs is itt. Ó, de lehet, hogy itt vannak a kölykök, nem? Ez az alagút még... Ha itt vannak a kölykök, nézzük meg, hogy mi a helyzet. Szevasz, Sebi, jó estét. Hát te meg miért nem alszol még? Szevasztok, gyerekek! Szevasz, felnőtt. Hát, én is korotokbeli voltam néhány évvel ezelőtt. Aha. Akkor találkozunk később. Ez nem volt egy tartalmas beszélgetés. Kinéznek engem azért, mert egy kicsit idősebb vagyok. Ezek szemétkölkök. Ideje beköszönni, ha már az elej óta itt lörkölsz. Na, mit játszottál, mesélj nekünk? Menjünk... Nem, menjünk erre tovább. Nézd, egy cica. 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 Na azért. Jaj, nézd, ott egy postás ember. Ez kicsoda? Nem postás, ez egy egyenruhás öreg úr. Hello, hello. Maga kicsoda? Vegs. Oké, hello. Maga mi... várjon, ott van egy jelzés. Tengerészet, ugye? Így van, hölgyem. Fontolóra vettem már a jövőjét a tengerészetnél. Hát, mint a hajókon? Hát, az sokkal több, mint az, de igen, vannak hajók is. Hát, valószínűleg nem csatlakozom a tengerészethez. Vezethetek tengeralattjárót? Melyiket válasszuk? Egyes. Nem csatlakozunk? Kettes tengeralattjáró. Among Us meg LOL volt? Hogy bírod ezeket a divatjátékokat, Csebikém? Hát kiégetik az agyadat. És nyertél legalább? Vezetetek tenger alatt járót? Hát lehetséges, lehetséges. Hát azt magamtól is megoldom. Viszlát később. Tudja, nem szeretnék... intrude? Hát így ilyen betolakodó lenni? Tolakodó lenni. De... hogyha maga valaki... lehet, hogy egy kicsit hiányzik magának valami irány az életéből? Mert az nagyon sok embert hozzám a tengerészethez. Igen, de nekem egy csomó irányom van. Mondjuk lógni fogok a barátaimmal, basszus gitáron játszom, meg videójátékot játszom, meg amúgy megyek aludni. Csatöbbi.
Gondolom, hogy hozzáadom ezt a tengeralattjáró vezetést majd a listához valahova. Hát, csak mondom. Oké, most megyek. Jól van, hát akkor legyen egy jó napja. És amúgy maga innen származik? Hát a közelből, legalábbis régebben itt laktam. Ez egy olyan dolog, amire kötelezik magát, hogy ezt csinálja? Mondjuk miért nincs mondjuk egy ilyen battleshipen, tudjátok, hogy mi az? Csatahajón, vagy valami ilyesmin. Minden munka fontos. És ez most csak az én melóm éppen. Maga járt így helyeken? Utazott? Hát, teljes, az egész világot bejártam. Látott cápákat? Láttam cápákat, igen. Nagyokat? Elég nagyokat. Mi az a pitch? Az nem tudom mi. Amikor csinálja ezt a pitchet, akkor... El kellene, hogy vezessen minket. Vagy mi? Nehogy a cápákkal együtt kellene vezetnie? Mi? Oké, feljegyeztem. Vagy... mondjuk, hogy... Ahelyett, hogy a tengerészeti dolgokat csinálna... Lehetne az egész dolog cápákról szóló. Mondjuk... cápa vezetés, nem, cápa merülés. Cápa nézés. Cápa lovagolás. Cápázás? Mindegy. Ezeket leírja? Igen, igen, majd a láncon felküldöm. Jó, az a command line, tudjátok a... Istenem. igen. Annyira nem találom azt a szót. Ez a chain, tudjátok, hogy mi? Hát ez a... A ranglétrán, igen, igen, felküldi majd a szót. Ezek miről beszélnek? A smelterekről, akik jönnek, érted? Szemem sarkában látom, hogy fellemozog a képernyő és rendesen szédít. Mi mozog a képernyő felle? Miről beszélsz? Mit fogtok csinálni? Semmit. Itt van a Snack Falcon. Elmehetnénk reggel dumálni. De elnézhetnénk erre is, hogy itt mi van kint mondjuk. Nem is mozog a képernyő felle. Ha te nem látod, akkor jó neked? Miért srácok amúgy izé? Mozog a képernyő. Á, most nem túrázom kint a városon kívülre, dolgom van. Ezt mondod, ezt a picit? Ez egy nagyon pici mozdulat volt. Menjünk be a Snack Falconba Greghez. Party, party, party! Mondja. Jézusom, haver, hát te aztán rendesen rá vagy izgulva erre a bulira. Te is ott teszel, az nagyon-nagyon nagy király. Jó Isten, milyen király hét volt ez. Itton vagy! Az épületben nem. Itton vagyok. A karjaim elfáradtak. Balra, jobbra mozog a kép egy kicsit. Ja, egy nagyon picit és nagyon lassan. Igen, igen. Egy kicsit tényleg. Na jó, menjünk tovább. Várjátok egy pillanatra. Bocsánat, csak ezt meg kell csinálnom. Szóljátok, hogyha ellene csúszva a hang, rendben? Ezek itt még mindig a smelterzen vannak rajta. Ide felugorhat, oda biztos, hogy fel lehet ugrani. Egy, kettő. Nem engedi! Jó, akkor menjünk el B-hez. Beszéljünk azzal a... Ó, Angushoz is be lehet jönni? Én észre sem veszem, hogyha a karaktert nézed, hogy mit csinál, akkor nem veszed észre ezt annyira. Hey Mi, hogy működik a laptopod? Nagyon királyú, nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogy szolgálatodra lehettem. Szóval, igen? Ki az, aki még mindig kikölcsönöz filmeket? Hogy lehet, hogy ez a videótéka még mindig nyitva van? Egyes.
az, hogy ki az, aki kikölcsön, az a kettes, hogy hogy lehet, hogy még mindig nyitva van. Kikölcsönöznek? Hát több ember, mint gondolnád. Idős emberek, akik nem tudnak jobbat. Gyerekek, akik... valamilyen oknál fogva nem tudnak megszerezni valamit. És... el akarod nekik egyszer mondani? Mi? Az internetet? Vagy... vagy hogy... postán rendeljenek? Igen. Hát... mi? Az nem az én munkám, hogy megmentsem őket. Engem azért fizetnek, hogy itt álljak, és segítsek, amikor szükséges. Elvegyem a pénzüket, és aztán... ja, hát nem pedig azért, hogy nyíltan elítéljem őket. Szóval ez a parti ma este, mi? Ja, elég király lesz, ha? Nem gondoltam, hogy egy ilyen parti arc lennél. Hát nem vagyok az igazán, de... partizni reggel, az teljesen más. Az hogy lehet? Tudod, néha csak úgy be akarsz állni, néha csak egy sarokba. Ja. Greg az én sarkam. Na, kussolj már. Később találkozunk, az biztos. De cuki volt. Oké, elmegyünk az Olpikexbe. Meg aztán este a partira. Aztán, hogy sok mindent már így nem is igazán lehet majd csinálni. Tényleg változ? Néha egy kicsit közelebb megy. Igen, igazad van. A kamera mélyre. De nagyjából ez így ennyi. Nem erre. Erre megyünk. És akkor megnéztük az alagutat, megnéztük a város másik végét. A mi felőli oldalunkon, ott meg ugye be van zárva. Hogy felszökött az a mókus oda-oda néz. Hogy mi? Azt láttátok? Mi most komolyan? Itt kellett volna felmásznom eddig. Na várjál, tegyünk egy próbát. Egy, kettő, nem. Egy, kettő, három, nem jó. Pedig itt fel lehet mászni. Egy, kettő. Jézusom. Na ne, várjál. De eddig nem voltam itt fenn. És akkor amikor erre jöttünk, akkor itt voltak a ruhák, amiket azóta már beszedtek, gondolom. Eltűntek, igen. És nem kéne oda fel... Hopp, leütöttem egy makkot a mókusoknak. Egy, kettő. Nem lehet oda felmászni. De tutira felmehetek valahova. Ide nem mehetek be? És ha így nem mennék oda? Nope. Ez egy nyitott ablak, nézd. Várjál. Nem jó. Nyitott ablakon sem tudok mit csinálni. De ez itt az Olpikex, nem? Nem, itt laknak a izéjék, oké. Hogy lehet, hogy még nem volt az öreg Csazokov sem kint? És merre van az Olpikex? Nem eshetnék itt le? Ha, nem, úgy tűnik, hogy nem. De valahol le kell, hogy jöjjek innen. Ja, így kell. Oké, bocsánat. Ez meg már az otthonunk lenne, de hiszen itt lakom. Itt lakom. Nem jó. Nem jó, nem jó, nem jó. Elmentem előtte? Én is úgy emlékeztem, hogy visszább volt, de nem láttam, hogy ki van írva. Menjünk vissza, bocsánat, elnézést kérek. Asekon, még egyszer nagyon szépen köszönöm ezt a rengeteg subgiftet, amit beraktál a csatornára. Köszönöm a támogatást. Képzeld el, hogy... még a felüljáró előtt van, oké? Hogy kirakták ma reggel a Telekomnál, hogy rendelhető a PS5, és 10 perc alatt elfogytak. Olvastam a PS csoportban, hogy én 2 órával később vettem észre, de gyakorlatilag 10 perc alatt elfogyott az összes, és februárban lesz a következő. Hát mindenki arra várt, hogy a Telekom lesz az utolsó mencsvár. Igen, Bill. Write it up, ez on the clock. Micsoda, hogy felírtam, hogy... mint ahogy az órám van. Azt nem fogja kedvelni.
Engem nem érdekel, hogyha nem fogja kedvelni. Az ő hibája volt. Egész egyszerűen. Ez túlóra. És mi pedig... felszámolunk ezért valami díjat. Hát jó, rendben. Hey, B! Ez mi volt ez az egész? Egyes a Hey, B, kettes, hogy... mi volt ez az egész? Szevasz, Twixer, 1-2-3, üdvözöllek! Egyes? Kettes? Oké, okay, egyes. AB, hi! Milyen a meló? Elég stresszes. Jön a hó vége. És el kell kezdenem berendelni a téli cuccokat. Ami azt jelenti, hogy meg kell győznöm. Hát gondolom le kell fizetnie. Egy, vagy remélhetőleg kettőt a csávok közül, hogy unload the trucks. Hát gondolom az, hogy kiürítsék a kamionokat, mert ja, igen. Mivel hogy én nem fogok becipelni ide egy egész teherautónyi sziklasót egyedül. Ha. Mit akarsz? Hát Greg megkért, hogy kérdezzelek meg téged, hogy elvinnél-e esetleg minket kocsival a partiba ma este. Tudod, ami fent lesz a State Parkban? Ja, igen, kösz, hogy világossá tetted. Amúgy meg teljesen összezavart lettem volna, hogy melyik lesz a több tucat parti közül. Vagy hogy hol lesz az. Bármelyik este Possum Springsben. Amire gondoltál. Te most szarkasztikus vagy? Igen, vezetni fogok. Ó, nagyszerű, köszi! Oké, ott teszünk a házad előtt 8:30-kor. Állj készen. Vagy pedig nélküled megyünk el. Kősó, az. Oké. Ne tévedj el az úton hazafelé. Tudom, hogy hol lakom. Nem, komolyan. Menj haza és... állj készen, szedd össze magad. Készülődj. Jó van, jó Isten. Ő Beatrice Santello. B. És van egy ilyen enk. Aha, egy ilyen ank van a izén, a pólóján. Maybe. Ezt írtuk oda a lapsarkára. Alig megkésőbb Magyarországon nagyon furcsán kezelve PS5 megjelenés. Hát... mit ne mondjak. Én nem tudom, hogy honnan fogok szerezni, de ötletem sincs. Talán jövő februárban. Nem tudok már vele beszélgetni? B nem szeret minket. De nem tudjuk, hogy miért, hogy vajon mit tettünk ellene, ami miatt ilyen rideg velünk, meg... nem tudom. Akkor most haza kell mennem, ugye? Készülünk a partira, és elmegyünk éjszaka partizni. Úristen. Szerinted ő mindenkivel rideg? Egyébként... döntetünk majd úgy a játékban. Alakíthatjuk úgy a szálakat, hogy vele lógunk a legtöbbet. Csak mondom. Te kedveld az ő karakterét is? Én is, nagyon. Én már játszottam úgy végig. De Greg is nagyon jó arc. Isten, mind a kettőt, mindenhogy végig akarom játszani streamen. Hello, me. Mi? Csak megálltam itt, hogy megnézzem, hogy hogy vagy. Miért? Hát, a múltkori este óta úgy értem. Miért ne lennék jól? Mi? Nagyon sok dolog történik itt a környéken. Néha a városban, néha kint a vonatsíneken, néha fent a dombokon. Mi? Az én munkám az, hogy biztos legyek benne, vagy biztosítsam, hogy az emberek úgy, mint te, soha ne lássanak egy olyan dolgot, amit a múltkori estén láttatok. Hát akkor nem végzel túl jó munkát. Ez az egyes. Mi, hogy a népek, mint én? Ez a kettes. Melyik legyen?
Legyünk vele bunkók. Jaj, de ő izé, ő a nagynénink. Aunt Molly. Akit mindig ledegradálunk, hogy ő csak egy izé. Bevásárlóközpont izé. Biztonsági őr. Pedig ő egy rendes rendőr. Na jó, mondjuk az egyest. Nem végzel túl jó munkát akkor. Jobbat, mint ahogy gondolnád. Még kevesebb, mint 3 napja vagyok itthon, és már is halott testrészeket találtam. Ami nem egy nagy dolog, de... Nem láttad, ahogy Tom Jennings hasba lőtte a testvérét. Múlt este. A Dottie Line Roadon. Mi ez az Outpost Arnold? Nem kell, hogy kisétálj arra a kukoricásra. Jó Isten. Egy kölyök vagy mi? És naív vagy. És a furcsa kis, hülye kis módján. Ez csodálatos, ez gyönyörű. De a világ az nem az. És a világ az nem olyan, hogy ott van kint valahol, hanem itt van. Jó van, akkor most le fogsz tartóztatni, vagy valami? Csak mert, hogy partira kell mennem. Vigyázz magadra, mi. Utálnám, hogyha valami történne veled. És... elég ez annyi is, hogy rossz helyen, rossz időben vagy. Én csak ennyit akartam mondani. Ez gyanús. Ez mondjuk egy kicsit tényleg gyanús volt, amit mondott, nem? Miért akar minket figyelmeztetni? Vagy csak védelmezni akar? Jó hét, mi. Hogy nézett, néztünk utána a szemünkkel. Az a gondolatunk ott a jobb oldalra van felrajzolva, hogy azt tervezi, hogy meggyilkol minket. Minden rendőr. Egy barom. Nem mi aztán? Jó véleménnyel vagyunk a rendőrökről. Nézd, végigmegyünk a házon, ezt nem én irányítom. Itt vannak a szüleink. Hé, édesem! Nézzük csak kiért haza. Üdv a szülők. Csináltam takót. Elnézést, mi így csináltuk a takókat? Takókat? Takókat. Akarsz takót? Akarok takót. Minden nap. Egész nap. Nem, majd a parti után megkajálom. Na, melyiket akarjuk? Egyes. Takót akarunk mindig, egész nap, minden nap. Úgy látom, hogy igen. Jóisten, júj, apa. Jaj, ne. A család, ami együtt takózik, együtt is rokkozik, vagy valahogy így lehetne. Hú, ez kemény. Kemény, faternak a fater humora az durva. Édesem, ne. Most mi? Én most annyira mérges vagyok. Mindannyian ellenem fordultatok. Mi, édesem, szeretnél tejfölt a takódra? Én akarok mindent. Nagyon cukik. Nagyon-nagyon cukik. Oké. Itt az ideje, hogy menjünk. De valószínűleg meg kéne győződnöm róla, hogy nem úgy nézek ki, mint egy barlangi szörnyeteg. Hát, tükör? Jaj. Oké, sem nézek ki. Jó Isten, ez a póló rendesen kiemeli a formáimat, nem? Mármint, hogy a roundness az ilyen körszerűség, tudjátok, hogy ilyen kerek. Tehát a kerekíti. Úristen, nagyon rossz az arcom. De rémálom arcom van. Nekem van a legrosszabb arcom. Melyik legyen, hogy a póló kerekít, vagy pedig az arcunk a legrosszabb, a rémálom arc. Egyes, a póló, kettes, az arc.
1-1-1, 2. Akkor legyen az 1-es. Azt hiszem, hogy ez a kör alakú zéró, ez a nulla rajta, ez nem segít. Ez király, haver. A kerek az oké. Abba kell hagynom, hogy szó szerint mindent megkajálok, amit meglátunk. Melyik legyen? Hogy a kerek az király, vagy hogy abba kell hagynom a kajálást? Egy, egy, kettő, egy. Három, kettő. Akkor az egyesek nyertek. Ja, ilyen test pozitív vagyok, mint ahogy az internet is mondta. Egy igazi élő személy vagyok, és senki nem tudja bebizonyítani, hogy nem. Meg tudod ezt csinálni, emberek, mint te. És akkor jön a másik gondolat. Az emberek nem kedvelnek téged, egyértelműen. Ez az egyes. Nem kedveled az embereket, egyértelműen. Ez a kettes. Melyik legyen? Hogy az emberek nem szeretnek. Vagy hogy mi nem szeretjük az embereket. Emberek. Igen. Ezek ilyen zoomorfikus emberek. Tehát egy állatképében vannak. Ábrázolva itt a városban. Kettes, oké. Csak azért, mert ez az online teszt azt mondta, hogy a legjobb esélyed, hogy boldog leszel, az egy olyan szituáció, amikor mindenki, ahol mindenki kedvel téged, de aztán, vagyis hogy hát ők ezen kívül amúgy békén hagynak, kivéve, amikor kaját víznek neked. Ez nem azt jelenti, hogy elbújhatsz a szobában, szobádban, és várhatsz erre, hogy megtörténjen. Mert hogy így készülnek a remeték méh. És egyedül halnak meg a tél közepén. Arra várnak, hogy pizzát kapjanak barátoktól, akiket nem is akarnak látni. Kit érdekel, hogy a kól ott lesz? Ez csak egy barom. Valószínűleg izé. Up at school. Tehát, hogy fent van a sulinál, vagy valami ilyesmi. Gondolom, ez a szalagavató az egy ilyen hiba volt. Mondjuk 10 különböző módon volt hiba. Melyiket mondjuk? Ez az up at school, ez egy kicsit összezavart, nem? Mert hogy még mindig suliba jár, vagy ilyesmi? Ez az egyes, a kettes, hogy a szalagavató az 10 különböző szempontból volt hiba. Egyes. Vagy a szalagavató a kettes. Három. Kettő. Oké. Az a ruha. Az a kép. Ami ott volt a folyosón, egy ilyen, ilyen virágos valami. Kevesebb lassú táncozás, mint a lassú állás. Óvatos, nem érintés, nincs macizás. Annyira örülök, hogy nem vagyok már egy tini. A leheletemnek takó íze van. Ez egy katasztrófa. Oké, mit fogsz mondani? Ez a smooth talker, ez valami... Nem tudom, hogy jól tudsz beszélni. Hello, mély vagyok, hogy megy minden? Nézd és próbál. Próbál ilyen, nem tudom, normális arcot vágni. Ó, hey, mély vagyok, mi a neved? Ez a kettes. A hármas. Szia, mély vagyok. Kirúgtak az egyetemről korábban ezen a héten. Oké. Szóval, hello, mi vagyok, hogy ityeg? Hello, mi vagyok, mi a neved? Hello, mi vagyok, kirúgtak az egyetemről egy héttel korábban. Ez a három van, mit szeretnétek? Három.
Kettő. Egy. Senki nem szavaz, akkor a hármas lesz. Kettes? Hello, mi vagyok? Mi a neved? Kettő, kettő, egy. Akkor legyen a kettes. Az az, hogy hello, mi vagyok? Mi a neved? Ó, azt hiszem, hogy ismerlek téged valahonnan. Valószínűleg akkoriból, amikor még szerelmesek voltunk egymásban, és összevertük azt az utcai bandát. Láncokkal, meg konzervdobozokkal. Mi? Ó, az az egész reménytelen. Wheel me out to the curb for garbage day. Ez az, hogy vigyetek ki a kukába szemétszállító napon. Ó, Jézusom, mit lesznek bármelyik percben? Sok szerencsét kölyök. Nincs szükségem szerencsére. Majd én magamnak összehozom a szerencsémet. Egy szerencsegéppel. A party. Hajaj. Na, mi lesz ebből vajon? Elkocsikázunk a buliba. De cukik mindannyian ott vannak a kocsiban. Hé, hey, mi? Azt hiszem, hogy Cole ott lesz ma este. Ja, tudom. Ó, oh, jó Isten, bocsánat. Nem érdekel, hogyha ott lesz. Lehet, hogy nem lesz, mondja Angus. Hát, reméljük, vagy ne reméljük. Azt sem tudom, hogy miről beszéltek, mondja B. Igen, gólyaként mi és Cole jártak együtt. Ja, aztán nem igazán működött, úgyhogy hagyjuk abba a dumálást erről, jó? Ja, hagyjuk. Hűha, mi lesz ebből? Tutira valami nagyon kellemetlen dolog fogott alakulni ezen a bulin. Hát ez szörnyű volt. Utálom a sört. Nem is emlékszem, hogy mikor ittam utoljára sört. Egyáltalán nem is ízletes ital. Nem tudom, hogy innom kellene egyet esetleg most azonnal még egyet. Nem, szerintem még ne rúgjunk be azonnal, még csak most kezdődött a parti. És nézd, egy csomó izé állat van itt az erdőben, és mind buliznak, meg beszélgetnek. Mi van? Kérdezi. Bi, akit megzavartunk, vagy egy kecskével beszélget. Semmi. Király a parti? Ja. Kivel beszélsz? Nem veled. De rohadék! Ó, akkor hagyjuk békén. Mi történik itt? Ó, jó Isten ez! Ez Cole. Akkor ő lesz a Cole. Ott gitározik hátul egy krokodátor. Ó, itt van a Greggék, hál' Isten, maradjunk itt velük. Hey, srácok! Szóval láttad Cole-t ott amúgy? Ó, jó Isten! Hogy kikerekedett a szeme. Jól vagy? Ja, teljesen jól. Beszélni fogsz vele? Nem. Egyes. Ja, biztosan. Kettes. Melyik legyen? Beszélünk hol-e, vagy sem? A nem az egyes, a kettes a biztosan. Kettes? Azt mondjátok? Oké. Okay. Biztos, hogy benne mi? Hát persze, miért kellene furcsán kezelni ezt az egészet? Hát úgy értem, hogy dalokat írtál erről később. Mi is volt a címe? Menj és dögölj meg, angyalarc. Oké, mi nem beszélünk a menj és dögölj meg angyalarcról. Elhisztek, hogy ez a csávó izé gitáron játszik. Ja, a douchebag dalokat játsza. Én kedvelem ezt a dalt, mondja Angus. Ez egy ilyen douchebag dal? Ne aggódj emiatt, nagy csávó. Oké, okay. Szóval minden partin van egy ilyen seggfej. Ötleted sincs, Greg. Suliban
mindig volt ott egy ilyen gitározó srác, aki ott lóg a pázsiton, és annyira érzékenynek akar tűnni. De most ez most akkor miért? Miért egy csekkfej dal? A szegény Angus, hogy ki van. Szereti ezt a dal. Nem lehet balra elmenni. Itt vagyunk egy ilyen katlanban. És ide fel kéne másznom? Vagy beszéljünk hollal? Ó, jó Isten. Talán kéne még egy sör. Nem beszélgetetek már senkivel? Nem mehetek már sehová? Hát akkor azt hiszem, hogy innunk kell sürgősen. Talán egy sör még nem árthat. Sóhajt. Azt hiszem, hogy a sör csak még egy olyan szörnyűséges dolog, amit a felnőttek csinálnak. Mint például az adók, meg hogy babájuk születik. Nem kéne inni még egyet. Beszéljünk B-vel. Jó! Mi van? Elég izé vagy, grouchy, az nem tudom mit jelent. Ezt tudtad? Nem tudtam. Ez eléggé... illetlen volt tőlünk. Szóval meddig akarsz maradni? Mi? 10 perce értünk ide. Ó. Oh. De most... hány sört ittál? 2. Oké, azért fogd magad vissza, mi? Mert elég kicsi vagy. Hajaj. Ebből lehet, hogy baj lesz. Erre nem lehet még mindig elmenni. Be fogunk rúgni. Itt van Koa. Oh, hey, mi vagyok? Milyen neved? Te vagy az, mi? Ó, oh, szerintem ismerlek téged valahonnan. Ó, oh, igen, Gibiből. Valószínűleg, úristen, ó, igen, akkoriból, amikor még szerelmesek voltunk. Haha, ja, igen, azt hiszem. És elvertük azt az utcai bandát. Ó, oh, igen. Láncokkal, meg guardbicskenekkel. Ja, azok jó idők voltak még. Még mindig megvan az a játék amúgy. Oh, a barátnőm. Back in school. Mi? Miről beszél? A barátnőmről, aki ott volt a suliban. Mi az Isten a problémát? Kérdezi mi, széttárva a karját. Mi? Nem értik, hogy mi van. Nyugodj meg, mi? Menj, hozz egy sört, és csak légy nyugodt. Aha, oké. Okay. Mi van Gregékkel? Ááááá. És hogy ment? Mi a probléma? Hát, néha azt gondolom, hogy nem kedvelem az embereket. Ja, kapja be a világ. Ja, kapják be. Jó Isten, valakinek tényleg meg kéne csinálnia, tudjátok, a világot már. Igen, a világ már nagyon régóta nem volt megcsinálva. És mindenki az F-betű szót használja. Ilyen rohadt igaz. Hallottatok valamit? Mit? Hát valamit ott az erdőben arra. Ja, két izé figura ott kavar. A szikla mögöttünk. Hát az nem lehet túl kényelmes. Hát de kinek kell a kényelem, amikor kavarhatsz is? De az a legjobb, amikor mind a kettőd megvan. Mondja Angus. Hát ez nem egy perfekt, nem egy tökéletes világ, Angus. Na most aztán mindent beleadnak ott fent. Az biztos, mondja Greg. Szóval... nem akartok odébb állni egy kicsit, srácok? Nem, haver, nem. Miért kellene innen elmennünk? Ők azok, akik nem igazán vannak tekintettel másokra. Mi pedig úri emberek vagyunk. Kezdem érezni ezt a két sört, mondja mi. Ja, én se iszok túl sokat, mondja Angus. Hát én csak egy sört ittam eddig előtte. Ja, és azt is kiköpted.
Mély, hogyha nem iszol, akkor nagyon óvatosnak kellene lenned, mondja Angus. Ne, haver, minden oké. Oké, hát azért szemmel tartunk téged. Úgy figyelünk téged majd, mint a sasok. Az a Chaperoni hoax, az nem tudom, ez valamilyen állat. Kösz, srácok. Ja, még mindig kavarnak. Oké. Ez micsoda? Ide leülhetünk és csak nézhetjük a tüzet. Jaj, de cuki. Na jó. Hát attól tartok, hogy sajnos mennem kell és innom kell még egy sört, mert annyira nem tudom, hogy... Igen, itt azt mondja, hogy ígyunk még egyet. Szóval nem tudunk magunkkal mit kezdeni. Be fog rúgni nagyon. Alig jöttünk negyed órára a partira. Az igen! Hát ez a... Most kisípoljam. Na mindegy. Szóval most két sört is iszok. Sörözök! És még mindig érzem a számban a takót. Oké! Nagyon hülye. Micsoda? Kérdezi B. Semmi! Hey B. Igen. Ó, jó Isten. Berúgtál. Már is. Hát de nem ezért jöttünk ki? Nem igazán. Nekem kell vezetnem. És hogyha még nem is kellene vezetnem. Hát nekem nincsen jogsim. Szóval... Nekem. Hey B. Mi van? Ez kicsoda? Kérdezi a kecske végül. Vagy végre. Emlékszel Mély Borowskira? Ó, jó Isten. Mély, berúgtál. Menj, pihenj le egy kicsit a tűznél. Szaladgálni fogok mesztelni az erdőben. Menj, ülj, most. Annyira király. Úristen, mit kellene csinálnom? Menjünk, beszéljünk Greggékkel. Hey, Greg! Hey, haver, jól vagy? Hey, Greg! Tudtad, hogy szerintem... Engi? Mi, hogy te és Engi? Engi? Annyira cukik vagytok. Igen, ezt tudtam, haver. Hát, az király! Hey, Engi! Azért apukám ismeri a te apukádat. Együtt dolgoztak a 80-as években. Oké. A bárban lógott az apukáddal. Haver. Soha nem mond ki többé azt, hogy Daddy. Mi van? Az apukámnak abba kellett hagynia az ivást, mert... veszélyes volt rám nézve és anyukámra nézve. Ez nem vicces, haver. Mi? Oké, mi? Te nem ihatsz többen. Soha. Oké, mi egy kicsit aggódom miattan. Ja, elrontottuk ezt az egész Chaperoni hoax dolgot. Hát, nem baj. Majd egyszer. Micsoda? Elfelejtettem, hogy Bugnak, te bogaramnak hívtad Greget. És most mind a ketten csendben vannak. Na mindegy, hát én jól érzem magam itt az erdőben, oké. Greg, szerinted nem kellene leülnie Mének? Ja, haver. Igen, le kéne ülnöd. Ülj le a tűz mellé, és csak chillelj, oké? Most beszéljünk Kollal, vagy ne beszéljünk? Az egyes a beszéljünk, a kettes a ne. Mit mondtok, srácok? Melyik legyen? Vagy csak üljünk le. Az egyes az az, hogy leülünk. A kettes az az, hogy beszélünk Kollal. Jeez. Ennek valami nagyon rossz vége lesz. Egyes, ne beszélgessünk vele részegen? Jó, oké, akkor ne beszéljünk részegen vele. Oké, és most mi van? Várj! Oda jön hozzánk! Hey, mi? Szevasz, Coolio! Úristen! Wow, ezt nem hallottam mondjuk így 1000 éve.
Hát ja, már 3 éve volt. Az nem is hosszú idő. Már nem tudunk beszélni, és olyan részegek vagyunk a 3 sörtől. Hát király volt, hogy találkoztunk. Én most csak néhány napra jöttem haza a suliból, és... Hussolj már! Mi? Még soha nem is csókolóztunk. Micsoda? Nem? nem sikeresen legalábbis. Sajnálom. Nem is érdekel. A Csajci a videótékában az ilyen totálisan izé, cuki fiúk meg... És te meg egy cuki fiú vagy, Cole. Ó, kösz mé, én... De én utálom a cuki fiúkon. A cuki a legrosszabb. Oké, hát akkor most megyek. És nem az én hibám, hogy totálisan szeméttűz vagyok. Trashfire, úristen, megjött a Greggék. Rémálom, szemeim vannak. Már mindenki odajött, hogy megnézzék, hogy jelentet rendeztem. És az utolsó dolog, amit láttok, ami mi a szemem kint az ablakokon kívül. És én aztán döflek titeket a késemmel. Döfés, döfés, döfés! halott. És aztán, amikor elhallgatott a gitár is közben. Aztán, amikor a rendőrség majd kiért, ti mindannyian rémálom szemek vagytok. Wow, ez egy új becenév. Szóval ne szarakodj velem, kölyök. Kapja be a világ. Ja, ez így elég kellemetlen. Oké, mi? De most már fenyegeted az embereket. Nem bí. Ez csak én vagyok. Test pozitívan. Olvastam az interneten. Mi? Szerintem neked most... Kapja be az egyetem. Ja! Mindazok a gazdag gyerekek, meg ilyen sexy emberek. Micsoda, hogy írnak sexet, meg papírjaik vannak így egymással, amiket írogatnak, meg mi? Micsoda, miről beszél a mi? És az a rohadt szobor, ami minden nap rám mutat, annak kell, hogy legyen az alapítónak, de az csak alakok, és én meg totálisan egy szemét emlős vagyok. Mi? És soha nem fog semmi működni. És soha nem is volt esélyünk itt. De nem tudok elmenni sehová máshová. Megint itthon vagyok. És... tudok csinálni valamit az alvás mellett. És aztán sírhatok egyedül. Jaj, ne! Mert a dolgok itt nem csak dolgok, tudod? Jó Isten, annyira beteg vagyok. Nem. Valami ilyesit mondott, Marian. Ja, hogy ilyen... Az a sick to death. Hát ez már így ilyen halálig beteg vagyok, tehát hogy már ilyen nagyon, ez egy ilyen túlzás, tudjátok. Van ennek értelme? Kórió? Mi? Nagyon sajnálom, nem akartalak felidegesíteni. Szerintem nagyszerű vagy. Újra itthon. Jaj, ne! És oda okáltunk! Takó! Jaj, ne! Ez szörnyen alakult! Igen! Igen, tényleg jött a róka koma. Úristen! Hogyha belehánysz a kocsimba, az Isten segítsen, hogy... Oké, B. Tartozom egy bocsánatkéréssel. 1-es. 2-es. Nagyon kellemetlenül érzem magam. Ez a 2-es. Tartozunk egy bocsánatkéréssel, vagy pedig nagyon, nagyon kellemetlenül bocsánatkérés? Oké. Jaj, de cukinír. Nem is tud beszélni, összeakad a szájom, meg a nyelve. Oké. Sajnálom, nem is tudom, hogy mi történt. Hát rohadt módon berúgtál.
mondjuk 3 víz az egy sörtől? Emlékszel, amikor még legjobb barátok voltunk? Egyes. Emlékszem, amikor gyerekként lógtunk egy csomót. Kettes. Melyik legyen? Egyes, kettes. Legjobb barátok voltak? Vagy csak lógtak együtt gyerekként? Bence, hova rakol? Tehát még tart szavazás. Van eddig egy egyesünk, meg van egy kettesünk. Na, még valaki. Ha berakja a csíkot, ő meg nem is szavazott, nézd meg. Hát eddig így nem vagyok veletek megáldva. Várjatok, akkor én fogok dönteni. Akkor 2-1-es? Jó, emlékszel, amikor még legjobb barátok voltunk? Mi? Best friends? Be and I still love you, B. Ja, igen. Szóval, hogy legjobb barátok voltunk, B, és még mindig szeretlek, B. Hát ebből egy szót sem értek. Emlékszel, hogy Maydaynek hívtál? És én pedig BB-nek hívtanak? Ó, oh, hát úgy érted, amikor ilyen kb. 10 évesek voltunk? Nem, nem emlékszem. Emlékszem, amikor cserkészek voltunk együtt. És elfogtuk azt a turtle-t. Mi az Isten az a turtle? Álljátok már. Mi az a turtle? Ja, hogy turtle? Ó, oh, bocsánat. Igen, fogtak egy teknőst. Istenem, bocs, te hülye vagyok. Igen, igen. Bocs. Azt hittem, hogy ez egy másik állat. Ja, Boxinak hívták. Meghalt. Miért vagy ilyen gonosz velem? Egyes. Úgy érzem, hogy mindig ideges vagy rám. Folyamatosan. Miért? Miért vagy ilyen gonosz? Úgy érzem, hogy ideges vagy. Melyik legyen? Egyes, a gonosz, kettes, az ideges. Egyes, egyes, három, kettő. Mind a háromtoknak piros neve van, mondtam már. Miért vagy ilyen gonosz? És ott szipogni kezd. Vagy csuklik? Csuklik, bocsánat. Ó, ember, hogyha ide berókázok, akkor a szüleid annyira kiakadnak majd rám. Mondd meg anyukádnak, hogy annyira sajnálom, oké? Okay? Annyira kedves nő. A jó Isten itt mi? Mi van? Az anyukám halott. Mi? Meghalt. Rákban. Tavaly. Jaj ne, annyira kedves volt. Bibi, jól vagy? Ez hogy lehet, hogy ezt nem tudtad? Hogy felejtkeztettél el a halott anyukámról? Hát ez egy ilyen szörnyűséges emlékezet kiesés, Bi. Annyira sajnálom. Egyes. Szörnyűködöm a viselkedésemben. Nagyon sajnálom. Kettes. Melyik legyen? Majd lefotózom nektek az OBS-ben, vagy kb. Innen nézve. Kapabolynak egy nagyon pici árnyalattal sötétebb színe van, de Mage meg Hulk ugyanolyan színben vannak. Kettes? Nagyon sajnálom a viselkedésemet, sajnálom. Úgy viselkedek, mint egy farok. Most haragszol rám? Mi az Isten történt veled? Okos voltál. Király voltál. Megérte veled beszélgetni. Jaj, már szipog, szegény mi. Mi a francért jöttél egyáltalán vissza? Ó, nem működött az egyetem számodra? Inconvenient? Inconvenient, várjatok. Mindjárt mondom, hogy ez mit jelent.
kényelmetlen. Nem, mert az a izé lenne. De, jól gondoltam, kényelmetlen volt számodra? Vagy nem volt hozzá kedved éppen? Jaj, csak szípok szegény. Hát én gyilkoltam volna azért, hogy egyetemre mehessek. És még mindig megtenném. Kirúgnának ebből a mozgó kocsiból most azonnal. Hogyha ez azt jelenteni, hogy mehetek egyetemre. Aj, hogy sír szegény. Jó van, talán egy kicsit túl messzire ment. De lehet, hogy szüksége volt erre a fejmosásra, nem? Aj. Itt is vagyunk. Azonnal takarod ki a kocsimból. Ó. Ó, jó Isten, hadd segítsenek be. Itt is vagy. Sajnálom, Bi. Egy ilyen... A mess, azt tudjátok, hogy mi. Tehát, hogy így... Ezt, hogyha emberre használják... Ilyen felfordulás, összevisszaság, rendetlenség. Katasztrófa vagyok. Aha, igen, azt úgy lehetne mondani. Tudod mit? Mindegy, mondja Bi. Nem a te hibád. De csak egy gyerek vagy. Öregebb vagyok nálad, 2 hónappal. Ja, hát... Én itt maradtam, és idősebb volt, lettem. Amíg te elmentél, és ugyanaz maradtál, aki voltál. És erre be is aludt. Bí meg sóhajt. Szét vagyok esve csúszva? Nem, az más. Máshogy fordítanám azt. Jó, it's a cat mayday. Ja, csőttömeg, katasztrófa, azok igen közelebb voltak hozzá. Hú, micsoda? Ezt álmodom éppen? Wow. Kinga, te miért nem alszol 1 óra 23 perckor? Holnap nem dolgozol? Én nem dolgozom holnap. Hova megyek éppen egy ilyen bébózzal a kezemben? Az igen? Álmomban szétverek mindent is. Az nem szarra a gurit. Oda néz. Még szép, hogy szétverem az összes autót. Mész aludni, jó éjszakát. Meg akartad mutatni Petinek a játékon. És hogy tetszik neki? Fel tudok oda mászni? Az igen. Szétverek mindent is. Az összes betűt. Szép álmokat, Kinga. Szerezzétek be ezt a gémet, jó lesz nektek. Csak kicsit néha elég szomorú. De amúgy meg néha meg szuper cuki és nagyon funny. Hát olyan, mint az élet. És itt visszamehetek. És vissza is megyek, és szétverek minden. Na de ez most miért jó, hogy ezt csinálom? Álmomban szétverek mindent. Van ennek értelme egyáltalán? Vagy szét kell vernem az összes világító testet? Szerintem igen. Az összes lámpát el kell intéznem. Valóban álmodod ezt? Szerintem fixen. Tutira. Azt a kocsit még meggyalázom, úgy van. És akkor úgy tűnik, hogy balra már nem mehetek el. De lehetne ezt így gyorsan is csinálni.
Na jó, ezt már mindegy, mindegy. Már mindenki bealszik, amíg szétverem az egész izét, világot itt. Menjünk feljebb. Szerintem ez is így van. És aztán mi? Mi ez? Egy szobor? Döntsük le! Ó, oh, ne! Na, hagyjuk abba, ha már elkezdtük. Gyert, ledől. De vajon rám fog zuhanni? Miféle szobor volt ez? Ez az egyetem alapítójának a szobra? Az lehet, látod? Hogy részeg álmunkban széjjel vertük. Ó, most következik a második rész, a Weird Autumn, ami pedig a furcsa ősz. Szerintem itt már egy kicsit több helyre lehet majd elmenni. Majd a városban, de ma estére. Csak ennyit haladtunk előre a sztoriban. Remélem tetszett nektek. Meg a VOD nézőktől is elköszönök. Hogy tetszik a játék? Meséljetek. Én nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Mindig olyan... Jaj, nem tudom. Olyan jó kis hangulata van. Nagyon-nagyon kevés az ilyen játék, és az is nagyon kevés, amikor ilyen jó beszélgetések vannak egy játékban. A grafikája is, amit Unity-ben csináltak, hihetetlen jó. Így most ki tudok lépni, hogyha nyomom a három szöget. Nagyon remélem, hogy innen fogjuk tudni folytatni. Maximum végigmegyünk az álmon még egyszer, hogyha arról van szó. Olyan jó dolgokat fog meg, ami az életek is szerete, keserű és éles. Hát, más lehet ott az élet azért, mint itt nálunk. Ott a Rust Beltben. Ez a... Rozsdaövnek fordítható. Tudod, ami olyan kisvárosok, amik az iparosodáskor így totál izé fellendültek, majd aztán, amikor így... Hát gondolom jött egyrészt a globalizáció, meg mondjuk kifogytak a bányák, kifogyott a nyersanyag, amit bányáztak mondjuk. Akkor így lecsúsztak és bezárták a dolgokat, és hát ja. Szóval így lecsúszott kisváros, tudod? Olyan egy kicsit, mint a Little Hope-nek a sztoria, így ebből a szempontból, csak... Mármint, hogy az is egy ilyen kapcsán néptelenettel, és... Erről írtam is éppen tegnap, amikor az előző résznek írtam egy leírást, hogy gyakorlatilag itt a közép rétegnek ez a stagnálása van a játékban nagyon. Meg ugye az alsóbb társadalmi rétegeknek. Hogy nem tudnak kitörni, ők itt vannak céltalanul. Nem tudnak mit kezdeni az életükkel. Az egy tök nagy szám, hogyha valaki el tud menni egyetemre. De aztán látod, hogy mi is nem tudott vele mit kezdeni, és emiatt egy nagyon nagy szarnak érzi magát. Számodra pont ezért közeli? Aha. Azt kifejteted egyszer, kíváncsi vagyok, hogy mire gondolsz. Nem tudnak kitörni lényegében onnan a városból. És mindannyian ott vannak, még a barátai is, meg minden. Az emberek munkákat keresnek. Megvan egyébként ez a kis hátsó... Hogy mondjam, szál, amire... Hogyha figyel az ember, akkor fel tudja fedezni benne. Meg elég komoly témákat is érint a játék, ami majd egy kicsit később lesz majd szerintem jobban kifejtve. Amiről most még inkább nem akarok beszélni, mert nézzétek meg a játékot majd végig, és szerintem vonjátok le a saját következtetéseiteket. A játék szuper cuki és nagyon vicces, de azért tényleg van egy komoly oldala is, amit nem árt elgondolkozni talán. Na de, legyen ennyi elég mára a mókából meg a kacagásból. Remélem, hogy tetszett nektek a mai epizód, én nagyon élveztem, szegény mély, szegény. Azon a partin nagyon széjjel volt, az nagyon félrement, azt hiszem. Azt lehet, hogy nem úgy kellett volna menedzselni.
Volt még egy nyereményjátékunk, azt holnap fogjuk majd befejezni.